Orbán Viktor illiberális állama nem egy sajátos kereszténydemokrata állam, hanem egy szélső jobbra sodródott, végtelenül korrupt, központosított autokrácia, írja friss blogbejegyzésében Szél Bernadett. A Független Országgyűlési képviselővel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Van itt ez a hosszú bonyolult mondat, hogy mi is Orbán Viktor illiberális állama, ahelyett, amit ő állít. Én azt gondolom, hogy az emberek jelentős részét ez a mondat nem érdekli. Mert vagy hisznek Orbán Viktor varázslatában, vagy nem hisznek. És nagyjából ez dönti el, hogy hol állnak ehhez a mondathoz képest, vagy hogy állnak ehhez az állításhoz. Jó, hát szerintem tehát ez a blogbejegyzés ez azért is született meg, mert hogy én mélyen fölháborodtam azon, ami akkor is ott történt. Ugye ez a keresztény értelmiségieknek a kongresszusán, 12. kongresszusán hangzott el ez a beszéd, és én egyre többször veszem észre azt, hogy Orbán Viktor egy olyan körítéssel adja elő a mondókáját, amit mondjuk adott esetben templomban, szószékről, az Istennek tetsző életképében papoktól megszoktunk, de az, hogy a magyar miniszterelnök például magasabb rendű életről értekezik, az egy botrány. Tehát ezt nem lehet folytatni, ezt az irányt, vagy hogyha folytatjuk, akkor egy nagyon kínos és kellemetlen helyre fogunk érkezni. És hogy már most ott tartunk 2019-ben, hogy nagyon sok sérülékeny helyzetben lévő csoport fenyegetve érzi magát ebben az országban, azért, mert politikusok megengednek maguknak olyan beszédet, amit nem szabadna megtenni. Amelyben azt sugallják, hogy ők meg egy alacsonyabb rendű élet? Nem csak sugallják, ki is mondják. Hát Kövér László például a melegekkel kapcsolatban kijelentett, hogy másodrendű állampolgárok. Orbán Viktor itt arról értekezett, hogy aki ebből keresztény szabadság szerint rendezi az életét, az magasabb rendű életet képvisel. És akkor egy ilyen hosszú és bonyolult összefüggést is, amit én háromszor elolvastam, mert hogy ugyanaz, hogy vannak a liberálisok, akiket ő gyűlöl, és ők ugye azt mondják, hogy mindent meg lehet tenni, ami a másiknak nem árt, bezzeg vannak ők, a keresztény szabadság szerint, akik magukat szerint azonosítják, ők meg azt mondják, hogy semmi olyat nem lehet megtenni, amit te magadnak nem akarsz. Hát azért a kettő között szerintem nincsen meredek különbség, viszont ez a második, ez jogalapot teremt arra, hogy közösség, többség, bárki legyen is az, a Fidesz, a NER, az kijelentse, hogy egyes kisebbségek, vagy akik máshogy tervezik az életüket, vagy más élethelyzetben vannak, máshogy sült el az életük, más bérviszonyok között vannak, azok nem megfelelő életet folytatnak. És az a helyzet, hogy ez nekem nagyon nem fér bele, és az se fér bele, hogy folyamatosan démonizálja az ellenfeleit. Ugye nem véletlenül most is ugye több olyan dolog történt a héten, amikor atrocitások értek politikust is, például Tordai Bencét az utcán, de melegeket támadtak meg a metrón. Szóval, hogy a szavak előbb-utóbb tetteket szülnek. És Orbán Viktor gyűlöletet kelt, már csak ezért sem lehet egyébként kereszténydemokrata, meg semmilyen keresztény szóval nem lehet ezt jellemezni, amit csinál, mert a kereszténység alapja, amennyire én tudom, az a felebaráti szeretet. Orbán Viktor rendszerének az alapja pedig a gyűlöletkeltés. Ez tűz és víz. Ezt én értem, mert mégiscsak visszautalnék az első mondatomra, hogy ennek ellenére, amit ő hirdet, az furcsa, ugye nem erről beszél, de mégis hitbeli kérdés. A szavazóknál, a választóknál is hitbeli kérdés. Például az is, hogy ez egy keresztény állam. De hogy ha ezt hagyjuk, tehát hogyha nem szólalunk meg és nem mondjuk el ezt, és sokan, adott esetben a keresztények, vagy a keresztény értelmiségiek, akkor ez probléma. Ezért írtam azt pont egy ilyen kommentben, hogy mindenkinek ott kell megszólalni, ahogy van. Tehát ezt nem erre a mi nevünkben csinálják. Ez elfogadhatatlan. Tehát ráadásul arról nem is beszélve, hogy nekem problémát okoz az is, hogy egy politikus tényleg ilyen főpapi szerepet kezd el betölteni, ha megfigyelik, egyre gyakoribbak a kormányfőnek az olyan látogatási találkozói, ahol ilyen vallási köntösbe, nem tudom, csomagolják az ideológiájukat, mert hogy itt egy virtigli ideológiáról van szó, aminek nem Jézus Krisztushoz van köze, hanem Vlagyimir Putyinhoz, Erdogánhoz, Donald Trumphoz, Bolsonarohoz, csak végtelenül visszatetsző módon felhasznál egy hitet, egy vallást, ami nagyon személyes dolgunkat arra, hogy ezzel revolverezzen és tévesszen meg másokat. Most sorolta azokat az embereket a világban, akik bizonyos mértékig mérvadónak számítanak az Orbán Viktor melletti felsorakozásban, vagy, aki mellett Orbán Viktor felsorakozik. Tehát minthogyha nem lenne egyedül, minthogyha egyre többen lennének. Minthogyha egyre hatalmasabbak lennének azok, akik ugyanezt képviselik. Hatalmas a küzdelem, tehát ez tényleg zajlik. Tehát ezzel nincs mit csinálni, ezt ki kell mondani, hogy ez egy hálózat. Ugye nemrég ugye magánúton volt Spanyorországban. Ez olyan lesz, mint a soros hálózat, vigyázzon. De nem, tehát erről én beszéltem is, hogy ő megjegyezte azt, hogy vagy kijelölte a soros hálózatot, mint
született ellenfelet. Soros hálózat nincsen, én benültem a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, izzadtak és szenvedtek azok az emberek, akik az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a hasonló szervezeteket képviselték, hogy elmondják nekünk, hogy van, de nincs. Tehát azt pontosan látjuk. Nekik viszont van egy hálózatuk, és most nem valami konspirációs elméletet szeretnék itt önöknek bemutatni, hanem világosan látjuk, hogy mi zajlik. Tehát ez a mostani demográfiai csúcs, amit itt szégyenszemre megrendeztek férfiaknak a közreműködésével, láttuk a képet, hogy ilyen idősödő férfiakat hívtak össze, és beszélgettek arról, hogy mitől lesz több gyerek, hát tőlük biztos vagy nem, meg az ilyen szövegektől, mert hogy egyébként meg szakemberek között van egy teljesen, hogy mondjam, nemzeti konszenzus azzal kapcsolatban, hogyha a demográfiai problémákból ki akarunk jönni, akkor mit kell csinálnunk. És akkor erre mondok egy ilyen nagyon szakszerű választ, hogy ez is egy ideológiai döntés volt, hogy a felső középosztálynak a harmadik gyerekért kezdenek el küzdeni, és oda tolják a pénzt, meg a paripát, meg a fegyvert. Amikor pontosan tudjuk, hogy a termékenységi ráta az 1 és 2 között van, ez azt jelenti, hogy a második gyerekért küzdünk, és tömegek vannak ebben az országban, akik azt a bizonyos második vágyott gyermeket, vagy első vágyott gyermeket sem tudják különböző okok miatt vállalni. És persze ott vannak azok a családok, akik valamilyen szempontból nem felelnek meg a kormánynak az elképzeléseinek, és ezek a családok páriák lesznek. Ezek a családok, ezekről lemond a magyar kormány, miközben egy PR kampányt folytat arról, hogy ő mennyire családbarát, és ez sokunkat háborít. Egy ilyen családi helyzetről amúgy is akartam kérdezni, még a demográfiai csúccsal kapcsolatban, ugye ott arra a képre gondoltam, az első három sorban csak férfiak ülnek. Igen, nekem én pont előtte... Lefényképezték a résztvevőket, és az első három sorban nem volt nő. De egyébként pont megszólaltam a Facebookon, és amikor olvastam, hogy sorra jöttek ki a különböző megszólalóknak a vélekedései, egészen hátborzongató gondolatok, és feltettem ott a kérdést, hogy vajon volt nő, ezen csupa férfi megszólalót idéztek, és hát kiderült, hogy valóban itt a prominens vendégek, azok egytől egyik férfiak voltak. Az államtitkár asszonynak jutott az a szerep, hogy valamilyen fajta házi asszony legyen, ami a világ vicce egyébként, hogy tényleg egy demográfiai konferenciát valaki úgy próbál megrendezni, hogy a mértékadó női hangot, vagy... Hát ez a nők nélkül nem fog menni, legjobb tudásunk szerint. Viszont a gyereküket egyedül nevelő anyák kérdése az úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban felmerülő probléma, főként úgy, hogy van egy családtámogatási rendszer, amit nagyon sokan örömmel igénybe vesznek, de éppen ők maradtak ki belőle, akik anyagilag talán a legnagyobb bajban vannak. Van egy KSH adat, az szerint az egyszülős családok negyede a létminimum alatt vagy környékén él. És a legnagyobb rizikócsoport egyébként a szegénységbe való kerülésben is. Olyan, ezt szeretnék önöknek mesélni valamit, amikor először elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és benyújtottam egy 10 pontos javaslatcsomagot, hogy mit kellene tenni azért, hogy ezt a sok százezer embert, aki érintett, és több százezer gyermeket segítsük, akkor felhívott az egyik propaganda rádió, és megkérdezte, hogy a volt pártomnak ez az ideális családtípusa, vagy miért foglalkozom én az egyszülős családokkal. És mondtam, hogy nem arról van szó, hogy ez az ideális családtípus, hanem sokan így maradnak. Egy ilyen helyzetben is. Én azt gondolom, és visszatérünk rögtön az előző témánkhoz, hogy ember és ember között nincsen különbség, minden ember egyenlő, és ugyanígy minden gyermek egyenlő, akármilyen családban is nevelkedik. És én azt gondolom, hogy kötelességünk lenne ezeket a családokat és ezeket a gyermekeket segíteni, és nagyon nem járja az, hogy gyermekszám szerint és fizetés szerint szelektálunk a gyermekek között, mert hogy ez történik a Fidesz tollából és a Fidesz törvényhozásából, hogy gyakorlatilag másodrendűvé válnak ezek a családok. Nem foglalkoznak velük, holott itt 1500 forint van, ha jól emlékszem, családi pótlékban különbség, ezt is ugye segíteni, ami egyébként 10 év óta változatlan. Másrészt ott van a tartásdíjak rendszere, ami egy egészen elképesztő, arra is adtam be javaslatokat. Harmadrészt, amit külön ki akartam emelni, hogy az egyik javaslatom volt az, hogy a bölcsődébe való bekerülésbe előnyt élvezzenek ezek a családok, egy pozitív diszkrimináció. Alap, tehát itt ez a teher, ez két vára van tervezve, én egy hete vagyok most egyedül a gyermekeimmel, mert a férjem elutazott, hát majd meg szakadok, és tényleg érdekes volt számomra az, hogy milyen sok levelet kaptam ezzel kapcsolatban, de még soha nem voltam ebben a helyzetben. Most egy picit megkóstoltam ezt, hogy milyen egyedül lenni a gyerekekkel. Tényleg még nagyobb tisztelet és eltökéltség van benne abban az irányban, hogy segítsünk ezeken a családokon, mert ezek a terhek tényleg két várra lennének méretezve. És képzelj el, az történt, hogy a javaslatomról levakarta a KDNP azt, hogy LMP, mert akkor LMP-s voltam, ráírta, hogy KDNP, beadta és elfogadták. Tehát ez a törvényjavaslat, hogy pozitív diszkriminációt kapnak a bölcsődébe való bekerüléskor, ez egyébként az én javaslatom. Tisztelettel kérem Harrach Pétert, hogy az összes többit is valósítsa meg.
Ez egy jó végszó. Én még egy dologgal megtoldanám, 2011-ben az összes gyereket nevelő családnak a negyede, közel a negyede volt egyszülős. Tehát azért itt egy tömeges És kérdésről beszélünk, nem egy egyéniről. minden tinédzser negyede egyes kalkuláció szerint segíteni kell. Szépen lett, köszönöm szépen. Én is köszönöm.